Nagy Katalin végtelen számú férfi szeretőt tartott, kerítőnőket alkalmazott, akik tesztelték a kiszemeltek férfiasságát, és még egy lóval is együtt hált, ez okozta a halálát. Legalábbis ezt híreztelték róla, de hogy mi az igazság, annak most az HBO stílszerűen Nagy Katalinra keresztelt minisorozata ment utána, na meg persze mi is ebben a videóban. Vagyis leginkább a Maci, mert tökre szeretem, mikor történelmi témákat hoz, mert nekem az nem az erősségem. A Nagy Katalin című sorozat az orosz cárnő uralkodásának utolsó szakaszára fókuszál, de a fiatalkora is elég érdekfeszítő. Ezeken viszont informatív címszavakban rohanunk végig. Nem volt orosz, valójában német hercegnőként született. A szülei ügyesen kiházasították Oroszországba. Szentpéterváron elég hamar sikerült bevágódnia. Az orosz keresztségben a Jekatyerina Alekszejevna nevet kapta. Házas élete nem volt épp kielégítő. A férje éjjel ivott, nappal aludt, vagy az ólom katonáival játszott. Európa egyik legműveltebb nője lett, még filozófusokkal is levelezett. Anyósa meghalt, így férje lett a cár. Katalin palota forradalmat szervezett, Péter pedig önként dalolva adta át a trónt, hogy szabad idejében még többet ólom katonázhasson. De ez nem történhetett meg, mivel néhány nap múlva meghalt egy verekedésben Katalin szeretőjének öccse keze által. Katalin ezután nyilatkozatot adott ki, amelyben kifejtette: szegény Péter hagymázzal súlyosbított vérzéses görcsben halt meg. Hisz mégiscsak ciki lett volna azt mondani, hogy Petya kocsmában és agyonverte egy hegyomlásnyi ruszki. És ennél a pontnál el is érkeztünk a szeretőkhöz. A cárnő, aki szerette a férfiakat. Péter halála után a tettestás Grigori Orlov hivatalosan is szeretővé lépett elő, beköltözött a téli palotába, méghozzá a Katalin lakosztálya alatti emeletre, ahonnan egy titkos lépcsőn járt fel. Orlovval 11 évig voltak együtt, aki ez alatt grófi rangra emelkedett és rengeteg földet, illetve egyéb adományt kapott. A cárnő végül a férfi durvaságai miatt szakított, ugyanis Orlov gyakran elverte. Ezután a hivatalos szeretője az HBO sorozatában is látható Patyomkin herceg lett, aki szellemes és jóképű férfi volt, ám félszemére vak, miután Orlov korábban féltékenységből megverette. 10 évvel volt fiatalabb a 45 éves Katalinnál, és bár féltékenységi jelenetekkel tarkított kapcsolatuk csak 2 évig tartott, ő is hatalmasat profitált a kegyenclétből. Vagyonát 1775-ben 28 millió rubelre becsülték, miközben Oroszország éves bevétele ekkor 60 millió rubel volt. Emellett rendkívül tehetséges katona és államférfi volt, visszacsatolta Oroszországhoz a Krímfélszigetet, egész Dél-Ukrajnát, ezen kívül utakat, manufaktúrákat és kereskedelmi központokat építetett. Elhíresült anekdota vele kapcsolatban, hogy Katalin látogatása előtt falvakban kamuházakat, illetve azoknak csak a homlokzatát építette meg, hogy amikor megérkezik a cárnő, akkor azt lássa, hogy mennyire gazdagok az orosz falvak. A történészek szerint viszont a Patyomkin falvak valószínűleg sosem léteztek. Ezt a pletykát vélhetően csak a politikai vetétársai terjesztették. A Patyomkin falu kifejezés ennek ellenére elterjedt, és ma a politikában a kellemetlen tények elkendőzésére használt szinonima. A nymphomániás cárnő. Katalin sosem titkolta kalandjait a megözvegyülése után, ezért nyugodtan támaszkodhatunk arra a feljegyzésére, amelyben számba veszi a viszonyait. Ebben 12 név szerepel, köztük egy női is, aki bizalmasa és udvarhölgye volt, Jekaterina Daskova. Jekaterina Daskova. Ez a szám is jól mutatja, közel sem élt kicsapongó életet, partnereit nem túl gyakran váltogatta, és mindig hosszabb időt töltött velük együtt. Viszont nem túl önmegtartóztató élete, kiváló pletyka alap volt Oroszországban és külföldön is, így terjedt el róla, hogy nymphomániás, több ezer szeretőt és féktelen orgiákat tart. Nem túl szolid bútorai sem tettek jót ennek a képnek, minden esetre az túlzás, hogy kerítőnőket alkalmazott, ahogy az is, hogy egy lóval való közösülés során halt meg. Igazából 67 évesen agyvérzésben halt meg. Oroszországot valóban naggyá tette, nem csak a területét és a kincstárát növelte, de a kultúrát is erősítette, az Ermitás pedig a világ egyik legnagyobb műkincsgyűjteményévé vált. Hogy mit érdemes róla tudni, ahhoz nézzétek meg az HBO sorozatát, a Nagy Katalin, az Oscar-díjas Helen Mirren főszereplésével, aki fun fact, angol anya és orosz apa gyermekeként Jelena Vasilyevna Mironova néven született. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ismét nagyon köszönjük az HBO-nak a támogatást. Kövessetek minket a Facebookon is, oda is pakolgatunk föl mindenféle érdekességeket.